Ünnepélyes keretek között mutatták be a Continence Technology ZRT befektetőit. A társaság jelenlegi tőkebefektetőjéhez a takarékkockázati tőke alap egyetkezelő DBH Investment ZRT-hez csatlakozott, a Székesfehérvári Városi Alap, valamint az MFB csoporthoz tartozó High Ventures. A három hazai kockázati tőke alapkezelő jóvoltából 2,4 milliárd forintos tőkebefektetést kapott a vállalat növekedési tervei megvalósításához. A leglátványosabb fejlesztés ebből a tőkeinjekcióból a következő gyáregységünk lesz, amit mögöttünk már gyakorlatilag szerkezetkészen áll, és szeptemberben fogjuk eladni. Ezzel megduplázzuk a Fehérváron gyártott konténereinknek a számát, és ami szerintem még fontosabb Fehérvár szempontjából, hogy megduplázzuk az itt dolgozó munkavállalóknak a számát is. Ezt kb. Évvégére tervezzük. A társaság jelenleg közel 50 munkavállalóval dolgozik, ebből 40 fő székesfehérvári vagy környékbeli alkalmazott. A fejlesztések folyományaként pedig évvégére a tervek szerint további 50 főt fog foglalkoztatni a vállalat. Ez az ipari fejlesztés, ez egy jó példa arra, hogy van egy cég, amelyik elér egy fejlesztési szintet, és amikor a fejlettségben termékpalettában egy következő lépést és következő szintet megugorhatna, akkor nem áll elő egy tőkehiányos állapot, és ebből nem az következik, hogy nem tudja ezt megcsinálni, hanem megjelennek olyan befektetések, befektető alapok, akik viszont ezt a tőkét tudják biztosítani. A felek között megtörtént a tőkebefektetésekről szóló protokolláris aláírást, ezt követően a résztvevők megtekintették az új gyáregység épületét, melyben az ősz folyamán indulhat el az érdemi munka.